Audio Jungle. Nagy tisztelettel köszöntöm mai sajtótájékoztatón a sajtón megjelent képviselőit. A mai alkalommal a június 29-én lezajlott soros, nyilvános és zárt képviselőtestület ülés döntéseiről szeretnék tájékoztatást adni. A június hónap a májusival ellentétben, ami a testület munkáját illeti, kicsit nyugalmasabb volt, hiszen a soros ülésünkön kívül más alkalommal a képviselőtestület nem ülésezett, viszont ugye a soros képviselőtestületi ülést azt ugye elég sok napirendi pont tarkította, de egészen pontosan ugye 24 napirendi pontot tárgyalt meg a képviselőtestület, és a képviselőtestületi döntéseket megelőzően természetesen a bizottságok és megtárgyalták az előterjesztéseket, és a vonatkozó javaslataikat megtették. Természetesen minden 24 napirendi pontról nem fogok beszélni, de a legfontosabbakról mindenképpen szeretnék tájékoztatást adni. Elsőként a testület a polgármesteri elismerés adományozásáról szóló előterjesztést tárgyalta meg. Ugye ez év elején két általános iskolás lány, Berec Barbara és Gábor Dorina egy kutyát sétáltató hölgyet mentett meg, akit ugye pitbull támadás ért volna, és a két kislány rendkívül bátran cselekedett, ugye ennek a híre eljutott hozzám is, és hát mindenképpen arra gondoltam, hogy ez a két kislány elismerést érdemel, hiszen ugye mások is tartózkodtak a környéken, az utcán, abban az időpontban, és hát az emberek elég nagy közönnyel szemlélték az eseményeket, ők voltak ketten azok, akik az idősebb hölgy segítségére siettek, úgyhogy a részükre elismerő oklevelet és egy kis ajándékot adtam át az ülés elején. Nagyon fontos az, hogy ne viseltessünk közönnyel embertársaink iránt, és hát ez a két fiatal lány ezt szépen példamutatóan bemutatta, hogy hogyan kell egy ilyen esetben viselkedni, úgyhogy elismerés és tisztelet a bátorságukért. A következő téma a mezőtúri víziturizmus fejlesztését érintette. Kaptunk egy beadványt nemrégiben, amelynek a lényege az volt, hogy a képviselőtestület támogassa egy jetski pálya kijelölését a Ortobágy-Berettyó főcsatornán. Hát ez elég nagy vitát váltott ki a képviselőtestületnél. Nem is a tegnapi napon a soros ülésen, hanem azt megelőzően egy munkamegbeszélést tartottunk, ahol hát különböző vélemények hangzottak el. A tegnapi napon az a döntés született, hogy általánosságban természetesen a képviselőtestület a mezőtúri turizmust, a vízisportokat támogatja, de jetski pálya kijelöléséhez a képviselőtestület nem járult hozzá. Ugye, a témát három bizottság tárgyalta meg, mindenki azt a véleményét fogalmazta meg, hogy mezőtúr közigazgatási területén tiltsuk be, illetve hát ne járuljunk hozzá a pálya kijelöléséhez. Ez a tegnapi napon annyit változott, hogy kizárólag csak a Ortobágy-Berettyó főcsatorna vonatkozásában mondta ki a képviselőtestület, hogy ezt nem támogatja. Hogyha arra alkalmas helyet találnak a vízisport és a jetski szerelmesei, akkor arról esetleg tudunk még tárgyalni a későbbiekben, úgyhogy a döntés lényege ez volt. A következő fontos téma szintén ehhez kapcsolódott, hogy a Seresné Mezger Krisztina képviselőasszony indítványa helyi védetté nyilvánítási eljárás megindításáról, és ez is a Ortobágy-Berettyó főcsatorna város melletti szakaszára vonatkozik. Ezt a témát is megtárgyaltuk, hogy az eredeti előterjesztésben az szerepelt, hogy augusztus végéig a jegyző állítsa össze a vonatkozó dokumentációkat. Ezt természetesen rövid időnek tartottuk, hiszen itt hatósági eljárásoknak nagyon sok folyamatnak le kell zajlódnia, így a képviselőtestület azt a döntését hozta meg, hogy október végéig
kell ezt megvalósítani, és hát azt is el kell itt mondani, hogy korábban már 2004-ben is hozott az akkori képviselőtestület egy ilyen jellegű döntést, de akkor egy jogi probléma miatt ezt aztán nem követték, tettek, és tulajdonképpen nem vált helyi védettségűvé a Hortobágy Belöttyó. Most ez a folyamat fog újraindulni. Amit még a Hortobágy Belöttyó főcsatornával kapcsolatosan mindenképpen el kell, hogy mondjak, az az, hogy a képviselőtestület korábban már döntött pályázat benyújtásáról, és feltett szándékunk az, hogy a folyó városunk melletti szakaszát azt rendbe szeretnénk tenni. Itt a hullámtér feliszaposodásáról beszélek elsősorban, amely ugye azt idézi elő, hogy időnként olyan folyamatok indulnak be a folyóban, amelyek tulajdonképpen egy rothadást jelentenek anaerob körülmények közötti bomlást, és hát az ilyenkor felszabaduló gázok azok eléggé szagosak, és hát bűzzel áraszthatják el a települést. Erre volt példa körülbelül 10 évvel ezelőtt, amikor hát igen nagy lakossági felháborodást tapasztalhattunk, hiszen valóban kellemetlen szaggal árasztott el a települést a folyó. Úgyhogy önkormányzatunk eltökélt abban, hogy a folyó szakaszával valamit mindenképpen kezdeni kell, a hullámtér kotrásán keresztül a növényzetnek a szabályozásán át. Meg kell tennünk mindent, hogy ez a folyamat, vagy ez az esemény még egyszer ne következhessen be. A következő téma feladatellátási előszerződés kötése Csatorné dr. Havasi Judittal, aki házi orvosként fog nálunk dolgozni. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, erről már egyébként tájékoztatást adtunk korábban is, hogy nagyon örülünk annak, hogy egy mezőtúri hölgy, egy fiatal hölgy ugye ide visszatért a településünkre, és házi orvosként fogja a mezőtúriak gyógyítását szolgálni. A vele kötendő szerződést természetesen a képviselőtestület támogatta. A következő nagyon fontos téma a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló helyi önkormányzati rendelet módosításáról szólt. Itt tulajdonképpen pontosításokat hajtottunk végre. Sok ingatlan tulajdonos nem tudta korábban értelmezni azt, hogy pontosan mik is a feladatai, hogyan kell az ingatlanát rendben tartani, az ingatlan előtti közterületet rendben tartani. Ezekkel a pontosításokkal reméljük azt, hogy most már világos lesz a helyi rendeletünk, és hát nem utolsó sorban a rendelet által szankcionálni is tudjuk majd azt, akik nem tartják be ezeket a szabályokat. Ezzel kapcsolatosan is a testület ezeket a pontosító intézkedéseket, a helyi rendeletünk módosítását elfogadta. A következő nagyon fontos előterjesztés a Kóborka Egyesület használatában lévő 1 hektáros területnek az Egyesület részére történő tulajdonba adásáról szóló előterjesztés volt. Ez már egy régóta tartó folyamat, ezt az 1 hektáros területet annak idején jó néhány évvel ezelőtt az önkormányzat ingyenesen bocsájtotta az Egyesület részére, azóta ott a MEN helyén felépültek az épületek, kialakult az infrastruktúra. Az elmúlt években az önkormányzatunk is több millió forinttal segítette a MEN hely építésének a befejezését, és nagyon sok forrással járultunk ahhoz hozzá, hogy a végleges használatba vételi engedélyt az Egyesület meg tudja kapni. Most az ingatlant is az Egyesület részére eladjuk, ez egy jelképes 10.000 forintos vételáron fog gazdát cserélni, és fog átmenni az Egyesület tulajdonába. Itt még annyit kell, hogy hozzátegyek, hogy az Egyesület azt szerette volna elérni, hogy az adásvételi szerződésben az önkormányzat vállaljon kötelezettséget arra, hogyha az Egyesület megszűnne, akkor az önkormányzat fogja tovább működtetni a MEN helyet. Mi azt mondtuk, hogy erre nem tudunk vállalni garanciát, de a szerződésbe bele fog kerülni, hogy az önkormányzat keresi annak a lehetőségét, hogy a MEN hely további működtetése az biztosított legyen. Úgyhogy ilyen háttérrel kötöttük meg a szerződést, illetve fogjuk aláírni a szerződést, a képviselőtestület így támogatta az előterjesztést.
Aztán beszámolót kapott a képviselőtestület a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár működéséről. Ezt is elfogadtuk természetesen, és volt még egy másik tájékoztató, ez pedig a mezőtúri városi nyári rendezvényekről, eseményekről szóló előterjesztés. Hát itt a képviselők képet kaphattak arról, hogy milyen események, milyen programok lesznek megrendezve az idei esztendőben. Ugye készülünk ezekre az önkormányzat részéről is, és természetesen az önkormányzati szférán kívül is van jócskán esemény. Úgyhogy ezekről kaptunk egy tájékoztatást. A következő előterjesztés az önkormányzatok, illetve az önkormányzatunk emléknapjainak a meghatározásáról szóló képviselőtestületi határozat módosítása volt. Itt az emberség napja került szóba, a mezőtúri zsidóság elhurcolásával kapcsolatosan néhány éve megemlékezünk erről az eseményről, és természetesen Botyánszky János evangélikus lelkészről is. Ezen a napon emlékezünk meg, aki megkongatta a harangokat, amikor a helyi zsidóságot deportálták. Itt a képviselőtestület Batta Attila Viktor alpolgármester úr javaslata alapján az üzenet napja elnevezésre változtatta meg az emberség napi eseményünket, ez volt ennek a témának a lényege. Felülvizsgálatra került a helyi esélyegyenlőségi program is. Itt is jogszabályi kötelezettségünk van arra, hogy időnként ezt megtegyük. Ez egy igen terjedelmes anyag, de ugyanakkor nagyon fontos témát feszeget. Ezt a képviselőtestület megtárgyalta, és a felülvizsgálatról szóló tájékoztatást azt elfogadta. Egy képviselői indítvány, amelyet ugye a Jobbik Magyarország képviselői, ugye két városi képviselője van, illetve a megyei önkormányzat képviselőtestületének tagja Csányi Tamás nyújtottak be. Ez a beadvány Mezőtúr város legeredményesebb maturánsa névre hallgat. Ugye azt javasolták, azt a javaslatot tették, hogy legyen egy ilyen díj megalapítva, és minden évben egy bizonyos pontozási rendszerrel, amelyre szintén javaslatot tettek, a legeredményesebb diák kitüntetést kapjon. Hát ezzel kapcsolatban is ugye a képviselőtestület megtárgyalta az indítványt, és abban maradtunk, hogy visszatérünk a témára. Alapvetően az ötletet a képviselőtestület jónak tartotta. Itt már megnyilvánultunk néhányan, hozzászóltak a témához, és látszott az, hogy a részletekben nincs egyetértés. A Művelődési Oktatási és Sportbizottság kapta meg a feladatot, hogy dolgozza ki pontosan a javaslatát, és azt követően a képviselőtestület ismét visszatér a témára, és a lényeg az, hogy 2017-18-as tanévben már ezt a díjat szeretnénk a legeredményesebb diák, vagy esetlegesen diákok részére átadni, hiszen abban sem volt egyetértés, hogy most ezt egy diák kapja, vagy esetleg kettő, vagy több. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan még a későbbiekben a képviselőtestület újra fog tárgyalni és döntést hozni. Hát a következő téma is egy érdekes előterjesztés volt. A Vodafone Magyarország ZRT azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a részére megállapított bérleti díjat csökkentsük itt az adó toronnyal kapcsolatosan. 130 ezer forintról volt szó, a képviselőtestület a Vodafone Magyarország ZRT kérelmét nem támogatta, tehát nem vagyunk hajlandóak a bérleti díjat csökkenteni. Hát aztán még egy negatív dolog volt, a Tiszamenti Regionális Vízmű ZRT 2016. évi tevékenységéről is kaptunk egy beszámolót, ami itt ugye a negatívumként megjelenik, számos lakossági jelzés érkezett az elmúlt esztendőben is, és hát az ideiben is a Tiszamenti Regionális Vízmű tevékenysége kapcsán
például a fél éves leolvasást a lakosság azt nem igazán tartja jónak, és hát számos probléma is adódott ebből. Ugyanakkor nagyon sok panasz érkezik folyamatosan a csőtörések helyreállításának a minőségével kapcsolatosan, ezt mi is az önkormányzat részéről folyamatosan tapasztaljuk, balesetveszély, ilyes módon hagyják ott a csőtörés elhárítását követően a helyszínt, és hiába szólítjuk fel a társaságot, nagyon sokat kell várni annak érdekében, hogy ez megszűnjön. Most is ott tartunk, hogy néhány napja írtunk egy levelet, hogyha néhány napon belül bizonyos helyszíneken nem állítják helyre a csőtörések utáni viszonyokat, akkor az önkormányzat fogja ezt megtenni, és természetesen kiszámlázzuk a részükre. Úgyhogy számos probléma jelentkezik a Tiszamenti Regionális Vízmű tevékenysége kapcsán. Egyébként az elmúlt esztendőben sem fogadta el a képviselőtestület ezt a tájékoztatót, és ugyanígy tett az idei esztendőben is. Hát a következő néhány téma az már sokkal kellemesebb ennél, hiszen pályázatok benyújtásáról szóló döntéseket hoztunk meg, illetve nyertes pályázatokról tárgyaltunk, csak nagyon röviden a top 1.1.1 kódszámú kiírásban az Ipari Parkok Iparterületek Fejlesztése című pályázati kiírásra olyan döntést hozott a képviselőtestület, hogy július 14-éig, ugye ez a határidő, addig be kell nyújtani a pályázatot a témában, tehát a Mezőtúri Ipari Park infrastruktúrájának a fejlesztésére. Ez a pályázatunk várhatóan 400-450 millió forint közötti összegű lesz, és hát természetesen bízunk benne, hogy nyerni fogunk. Ez azt jelenti, hogy tovább épülnek az utak, az úthálózat fejlesztése fog megvalósulni, közvilágítás és a közművek, tehát ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos gázvezetékek fognak kiépülni, és ennek a következménye az lesz, hogyha befektetői érdeklődés vagy befektetői betelepülés valósul meg, akkor egy teljesen közművesített telket tudunk a betelepülők rendelkezésére bocsájtani. A következő benyújtandó pályázat a TOP-ban van szintén a TOP rendszerére, ez az 531-es kiírásra, ez a helyi identitás és kohézió erősítése névre hallgató pályázat. Itt több településsel együttműködve, konzorciumi együttműködés keretein belül fogjuk benyújtani a pályázatot. 85 millió forintot lehet megcélozni. A projekt lényege az, hogy ahogy a nevében is benne van, hogy a helyi identitást, a helyi közösségek összetartását fejlesszük, erősítsük. Alapvetően erről szól, számos tevékenység valósulna meg a projektből, amit most nem kívánok felsorolni, hiszen önmagában ez is megérne egy sajtótájékoztatót. Két további nyertes pályázat, illetve egészen pontosan három, két energetikai, a TOP 3-2-1 kiírásban a Zrínyi utcai óvodának a komplex energetikai felújítására nyertünk forrást, 138 millió forintot, és a másik szintén ugyanebben a 3-2-1-ben a Városháza nyílászáróinak a cseréjére, illetve a padlás hőszigetelésére nyertünk el 138 millió forint támogatást, tehát több mint 300 milliót nyert az önkormányzat a két pályázatán, és így már a területi operatív programok kapcsán el lehet mondani azt, hogy 9 darab pályázatunk lett értékelve, ugye eddig még elutasított nincsen, és hát még várunk jó néhánynak az eredményhirdetésére, hát reméljük, hogy azok is majd eredményesek lesznek. A 9 darab pályázattal most, ha az összeget megnézzük, akkor több mint 2,1 milliárd forintnál tart az önkormányzatunk, és hát még azért várunk jócskán támogatási forrást a benyújtott pályázatainkból. A következő nem ilyen nagyságrendű, de azért nagyon fontos, a Jedlik Ányos terv keretein belül egy elektromos töltőállomás
kiépítésére is adott be az önkormányzatunk pályázatot. Itt 2,7 millió forintot nyert el az önkormányzat. 140 ezer forint önerőt kell hozzátenni, és a volt Altec irodaház előtti parkolónál fog megépülni az elektromos gépjárművek töltésére szolgáló állomás, úgyhogy ez is egy fejlesztést jelent a településünkön. Ezen túlmenően még a gyermekétkeztetés térítési díjáról is tárgyalt a képviselőtestület, az önkormányzati ide vonatkozó rendeletünket módosítottuk, emeltünk az összegen, hiszen az alapanyagárak is folyamatosan emelkednek, és hát természetesen itt a térítési díjaknál, ezt a képviselőtestület részére is elmondtam a tegnapi napon, ugye nem csak az alapanyag és az előállítási költségeket kell ugye figyelembe venni, és nem csak azok szerepelnek a költségtérítésben, hanem például a tálaló konyháknak a költségei is, amelyek igen magasak. Ezen kívül még a nyilvános ülésünkön a képviselőtestület egy tájékoztatót kapott a 2017. május 17 és június 20-a közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Itt ugye jó magam és alpolgármester úr szokott írásos módon beszámolni arról, hogy milyen fontosabb intézkedések, kivel tárgyaltunk, milyen események voltak, és hát természetesen ilyenkor a képviselők kérdéseket tehetnek föl, ez így is történt a tegnapi napon is, és hát ebben a tájékoztatóban a Berettyókörös Többcélú Társulás történéseiről is hallhatnak, illetve hát olvashatnak a képviselők, és az önkormányzatunk aktuális pénzügyi helyzetéről is minden egyes hónapban beszámolunk. Ennyi volt a nyilvános ülésen, a képviselőtestület zárt ülést is tartott, ahogy az elején említettem. Ugye két kérelmező vonatkozásában ugye egy lakáscsere kérelemről döntöttünk, a másik esetben pedig egy lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról. Ezeket a kérelmeket a képviselőtestület támogatta, és végül, de nem utolsó sorban egy nagyon fontos témát tárgyaltunk meg, a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói tisztségének betöltésére nemrégiben egy pályázatot írtunk ki. A pályázatra két érvényes pályázat érkezett, ugyanakkor sajnálattal kellett a tegnapi napon megállapítani, hogy annak ellenére, hogy a pályázatok érvényesek voltak, az eljárás nem volt eredményes, hiszen egyik pályázónak sem volt nyelvvizsgája, középfokú nyelvvizsgával kell a vonatkozó jogszabály szerint rendelkeznie a pályázónak, és így a képviselőtestület azt a döntését hozta meg, hogy a jelenlegi vezetőt átcserik át további egy évre, megbízza a vezetői feladatok ellátásával, és tulajdonképpen a mostani kiíráshoz viszonyítva egy év múlva újra ki fogja írni a könyvtár igazgatói pályázatát. Tehát átcserik a most egy éven keresztül a könyvtár vezetője, természetesen mindkettőjüknek, mindkét pályázónak az önkormányzat részéről megköszöntük a pályázatát, és hát az igazgató asszonynak jó egészséget és sok sikert kívántunk. Nagyon fontos az, hogy a könyvtárunk ugye eredményesen működjön. Ennyit szerettem volna elmondani a tegnap meghozott döntésekről. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a lehetőséget.